Richter úr különös élete. Igen? Nem! Azt mondtam, nem, és ennél is maradok! Nem! Értsétek meg, nem! Nem! Nem akarom, és nem veszek részt benne! Semmi közöm a gyilkossághoz! Hallottátok? Semmi közöm! Befejeztem! Mindörökre! Nem! Nem tehetitek, mert... Vallomást teszek! Épp azon vagyok! Kedves Beate! Postán fogom elküldeni neked ezt a magnó felvételt. Most olyasmit fogok mondani, amiről nem tudsz, és amitől el fogsz szörnyedni. Fél évvel ezelőtt elbocsátottak a biztosítótól. Jó napot! Ajánlva, kérem. 300-as, 520-as, 510-es. 3 márka, 90-et kérek. Köszönöm. Viszontlátásra. Martin, történt valami? Igen. Én... Hiszen alig kapsz levegőt. Bertha, majd mindent elmagyarázok, de nem most előbb. Telefonálnom kell, szabad? Persze, hogy telefonálhatsz. Mit kérsz inni? Semmit, nem kérek semmit. Alig bírsz beszélni. Mert egészen idáig rohantam. Hol hagytad a kocsit? Ott áll a posta előtt.
Halló? Kérem, a fiammal szeretnék beszélni. Igen, a fiammal, Manfred Richterrel. Igen, megértem, hogy maga az apja. De tudnia kellene, hogy egy tanárt nem hívhatok a telefonhoz, ha épp órája van. Hogyan? Miket beszél? Miről van szó? Életről, halálról? Jó. Igen, rendben. Szólok neki. Jó, várjon kérem. Igen. Lisbeth írta a legjobb dolgozatot. A témája, hogyan töltöttem a múlt vasárnapot. Mondd csak, Lisbeth, ezt mind te magad élted át? Nem. Mi? Fantázia az egész? Csak úgy kitaláltam mindent. Akkor fantáziából 5-öst kapsz? Helyes írásból viszont... Mi a véleményed? 1-est. Valóban. De az 5-ös persze kicsit javít az 1-esen. A fantázia néha fontosabb a helyes írásnál. Richter úr, telefon. Mi történt? Az apja keresi sürgős ügyben. Most? Azt mondta, hogy élet-halál kérdése. Maga tudja, mire értette? Nem. Halló? Én vagyok. Mi történt? Manfred, segítened kell. Borzasztó nagy bajban vagyok. Most hol vagy? Mondd már, mi történt? Oberschleißheimben, egy vendéglőben. Megmondom, mi a neve és hogy ott találsz ide. Jó, igen, értem. De most nem mehetek el. Még van egy órán. Azonnal ide kell jönnöd. Azonnal. Kérlek, Manfred, egy percet se késlekedj. Nem mondanád el, hogy mi történt? Tehetem. De lehet, hogy végeznek velem. Kérlek, gyere azonnal. Most el kell mennem. Kérem, gondoskodjon róla, hogy az osztályom... hogy maradjanak nyugton. Természetesen. Küldje le őket az udvarra, de ne csapjanak zajt. Jó. És mondja meg az igazgató úrnak, hogy el kellett mennem. Valami sürgős családi ügy miatt. Van egy fiad? Igen, én... Azt mondtad neki, hogy életveszélyben vagy? Igen. Bocsáss meg, tulajdonképpen el kéne mondanom valamit. Felmehetek a lakásodba? Nem mondanád el, hogy mi történt? Bárki ki is, elől bujkálsz? Bárki is keresne. Nem láttál, fogalmat sincs, hogy hol vagyok. Berta, ezek meg akarnak ölni. Kicsodák? Nem akarod elmondani végre, hogy ki akar megölni? Menj le, legyél ott, nehogy gyanút fogjanak. Kicsodák? Menj már le, majd később elmondom. Hét márka 50. 8-ból kérek, köszönöm. Viszlát. Viszontlátásra. Viszlát. Viszontlátásra.
Hello, szép jó napot. Jó napot. Van önöknél külön terem is? Miért kérdezi? A mi kis társaságunk szeretné, ha napján közösen ünnepelni. Egy olyan vendéglőt keresünk, ami nem túl nagy és nem túl kicsi. Ez megfelelőnek tűnik. Ezért kérdeztem a külön termet. Igen, van egy külön termünk. Megnézhetném? Tessék. Kitűnő. Nagyon szép. Megmutatja nekem a mosdót is. Ó, igen. Tudja, kissé el vagyunk kényeztetve. Félre ne értsen. A vendéglőnek nem kell elegánsnak lennie. Csak tisztának. A tisztaság a legfőbb követelmény. Megnézhetném a konyhát. Megmutatná a konyhát? Hogy teljessé tegyem a jó benyomást. Kérem. Elégedett? Igen. Adott időben jelentkezni fogunk. Kié ez a vendéglő? Egy sörfőzdéjé, én béreltem ki. Maga? Igen, én. De ugye nem egyedül viszi a boltot. Van még két pincérem, de ők csak később jönnek. Hat előtt nincs túl nagy forgalom. Lehet, hogy este még egyszer benézek. Viszontlátásra. Na hát, milyen hideg a keze? Mitől? Mindig ilyen hideg. A lábam is, a kezem is. Akkor biztos a hidegfejű is. Igaz? Kutatta az egész vendéglőt. Te ismered? Hogy nézett ki? Elegánsan, sárga nyakkendőt viselt. Sárga nyakkendőt? Igen, és két férfi volt vele, ők hátat fordítottak nekem. Mit akartak? És elmentek? Igen. A kocsi még nem ment el. Berta, az udvaron megyek ki. Figyelj, ha jön a fiam, a kastélynál várom, a parkban. Majd figyelni fogom. Nem akarod végre elárulni, hogy mit akarnak tőled? Hiszen már megmondtam neked. Köszönöm, Berta. Köszönöm.
Richter úr? Igen, az apámat keresem. Azt mondta, hogy itt vár. Jöjjön, kérem. Az apja azt üzeni, menjen át a kastélyhoz, a parkba, ott várja magát. Mit keres ott? Fogalmam sincs. Nekem nem árulta el. Csak annyit tudok, hogy úgy érzi, életveszélyben van. Na de miért? Ez képtelenség. Talán mégis igaz. Manfred! Apa! Apa! Mi történt? Várj, fiam! Megyek! Maradj, ahol vagy! Hol hagytad a kocsidat? A kastély előtti parkolóban. Azonnal vigyél haza! Maradj, ahol vagy, hogy megtaláljalak! Átmegyek a hídon! Apa, mi történt? Apa, Istenem! De miért? Apa! Apa! Lövéseket hallottam. Történt valami? Igen, megsebesült. Eltalálták. Nem lélezik már. Ül. Marad. Megengedi? Ki ez a férfi? Az apám. Azt hiszem, az apja halott. Maga lőtte le. Elment az esze? De hisz lövéseket hallottam. És ezek itt lőtsebek. Nem tudom, hogy ki lőtt. Fogalmam sincs. Hívnom kell egy orvost. Igen. Jó, menjen csak. Hívja az orvost és a rendőrséget. Én addig itt maradok. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Igen, igen, értem. Tehát felhívta magát, és... Igen, az iskolában, ahol tanítok. Nagyon ideges volt.
Azt mondta, segíts, segíts nekem, kérlek. Gyere el Oberschleißheimbe. Megnevezett egy vendéglőt, ahol meg akart várni. Azt mondta, hogy rettentő nagy bajban van. Meg akarják ölni. Ki? Ki akarta megölni? Nem tudom, nem árulta el. Jó, és tovább? Azonnal elindultam, megkerestem a vendéglőt, de már nem volt ott. Egy hölgy, a pincérnő. Azt mondta, hogy az apám a kastélynál van, ott vár engem. Egymással szemben álltunk. Csak a víz volt kettőnk között. Oda kiáltott. Hol áll a kocsid? És maradj, ahol vagy. Azonnal vigyél haza. És aztán... futni kezdett. És aztán... hallottam a lövéseket. Stefán? Igen? Mi a helyzet? Én mindjárt végzek. Azt hiszem, nekem még itt kell maradnom, hát ha találunk valami töltényhüvelyt. Hány lövést hallott Richter úr? Hármat, négyet, ötöt? Egymás után. Aha, és hol érte a találat? A hátát. Futás közben lőtték le. Köszönöm. Parancsoljanak. Megtalálta az édesapját? Igen. Meghalt. Meghalt. Agyon lőtték. Ismerte Richter urat? Igen, ismertem. Jól ismertem. Szinte minden nap itt volt. Itt ebédelt nálam. Itt... itt ebédelt magánál? Na de miért? Egyáltalán mit keres Oberschleißheimben? De hiszen itt lakik. Itt lakik? Az apám Zendlingben lakik, a családjával. Én is. Még a szüleimmel élek. Család? Mi az, hogy család? A család az feleség és gyerek. Nekem sajnos nincsen. Feleség és gyerek. Erről sosem beszélt nekem. Mindig azt mondta, hogy egyedül él. Oberschleißheimben. Tudom, hogy itt lakik. Azt is tudom, hogy hol, hiszen jártam nála. Nem értem az egészet. Lehet, hogy nem ugyanarról beszélünk. Igen, igen, nagyon úgy néz ki, nem? Mi játszódott le itt ma? Martin úgy dél körül jött be. Martin? Igen, az apja. Jó, és tovább? Bejött, nagyon ideges volt, és azt mondta, hogy telefonálnia kell sürgősen. Ott voltam, amikor magával beszélt. Természetesen megkérdeztem, hogy mi történt. Meg akar ölni valaki? Megjelent egy fekete kocsi, amiből először nem szállt ki senki. Martin elbújt a lakásomban az első emeleten. Azt mondta, menj le gyorsan, és ha valaki megkérdezi, ma még nem láttál. Fogalma sincs, hogy hol vagyok. Nem adott rá magyarázatot? Nem. Jó, például a fekete kocsi, hogy nem ki ül benne. Hm. Tehát lement a vendéglőbe. Igen. Bejött egy férfi... nagyon elegánsan volt öltözve. Megkérdezte, hogy körülnézhet-e. Őrügy. Igen, hogy átkutathassa a vendéglőt. És azt tette? Igen, még a konyhában is körülnézett, meg a mosdóban. Jó, de Richter nevét nem említette. Nem. De számomra egyértelmű volt, hogy őt keresik. Keresik? Tehát többen voltak? Igen, rajta kívül még két férfi jött be. Ott álltak a játékautomatánál, de nem játszottak, hanem hátat fordítottak nekem. Oh, és melyik férfi tudná leírni? Csak azt, akivel beszéltem. Mint mondtam, nagyon elegáns volt, és sárga nyakkendőt viselt, és valami déli akcentussal beszélt. Sárga nyakkendő? Említettem magának azt a férfit, aki a kutyáját sétáltatta. Sárga nyakkendőt viselt. Ha, le tudná írni azt a férfit? Nem. Én túl ideges voltam. Milyen kutya volt? Juhász kutya. Stefán, találtunk egy hüvelyt.
NATO kaliber, valószínűleg egy katonai fegyverrel lőtték le. Rendben, Harry, köszönöm. Na, mi lesz, jön velem? Hová? Hiszen azt mondta, hogy Richter úrnak volt itt egy lakása. Igen, egy perc türelmet. Uh-huh. Wolfgang, átvennéd kérlek a boltot. Ah, van kulcsa a lakáshoz? Igen, tőle kaptam. Remek, így a legegyszerűbb. Kérem, tessék. Nem értem az egészet. Valami tévedés lehet. Nem, nem. Ez nem az apám ízlése. Biztosan nem. Ez viszont az ő kézírása, hiszen ismerem az írását. A fürdőköpenye. Az anyám még kereste is. Ő meg azt mondta, hogy ott felejtette egy hotelben. Tulajdonképpen mi az apja foglalkozása? Egy biztosítónál dolgozik, ügynökként. Milyen volt a munkabeosztása? Hétfőn és kedden az irodában volt. Szerdától hétvégéig többnyire úton volt, a vasárnapot velünk töltötte. Igaz. Vasárnap sose láttam. És a többi napokon? Mindig. Hétfőn is, kedden is. Aha. Az apám egy vitorláson. Hiszen ő nem hajó, sosem volt az. De ez az ő hajója. Ez a hajó az övé? Igen, a Starnberger tavonál. Egyszer elvitt oda megnézni. Az ő hajója? Azt mondta, hogy az övé. De hiszen nem is értett a vitorlázáshoz. De bizony nagyon értett. És honnan lett volna pénze egy ilyen hajóra? Mindig volt pénze. Nagyon sok pénze. Igen? Jó, rendben, kiadjuk a körözést. A kocsi rendszáma? Milyen márkájú? Körülbelüli évjárat? Ez meglehetősen kevés. Valaki rád lőtt? Na, hála Istennek, már is megyünk. Őrület. Egyszerűen őrület. Nem értem az egészet. Jöjjön, Richter úr, indulunk. Gyertek be. Minden rendben. Át kell kutatnunk a lakást. Minden írásos anyag jól jöhet. Nevek, címek, telefonszámok, stb. Úgy is tudod, ugye? Jó napot. Valójában milyen kapcsolat fűzi az apámhoz? Mire kíváncsi? Hogy a szeretője voltam-e? Igen, az voltam. Kedveltem az apját. Nem az a férfi volt, akiről álmodtam, de volt benne valami, ami tetszett. Most persze azon töprengek, hogy mi volt az. Jöjjön, Richter úr! Most elmegyünk az édesanyjához. Maga maradjon a vendéglőben. Várjon meg ott, még ma jelentkezem, jó? Jöjjön!
Miért csak most jössz haza? Az iskolának már rég vége. Anya, nem az iskolából jövök. Ő itt Derik úr. Jó napot, jó. Richter asszony. Apáról van szó. A papírok miatt épp most vitte el valaki, alig egy perce. Milyen papírokról beszél? Az üzleti papírokról, amikre apának szüksége volt. A férfi, akit elküldött értük, tudta, hol a hely. Anya! Apa meghalt. Igen, tessék. Martin? Nem tudom adni, átadhatok valami üzenetet? Üzenetet? Megbeszéltük, hogy találkozunk. Már egy fél órája várom. Mi a neve, és kérem, mondja meg, hogy honnan telefonál? A nevem Kuhn, és a jachtklubban vagyok. Milyen jachtklubban? Hol van ez? Ki maga? Tulajdonképpen kivel beszélek? Klein felügyelő a bűnügyi rendőrségtől. Mondja meg, hogy hol van, és már is indulok. Richter asszony, van néhány kérdésem. A férfi tehát bejött. És mit mondott? Azt, hogy a férjem küldte. Mert sürgősen kell neki néhány papír, ami az íróasztalban van. És te beengedted? Persze, nem gondoltam semmi rosszra. Nagyon udvarias volt és kedves. Aztán tudtam, oda ment apa íróasztalához? A jelenlétemben. Ragaszkodott hozzá, azt mondta, asszonyom, maradjon csak itt, csak egy listát keresek, egy lefűzött dossziét, amire a férjének sürgős szüksége van. És megtalálta azt a dossziét? Igen, elég gyorsan. Hogy nézett ki az a férfi? Nem volt túl fiatal. De valami gond van ezzel az egésszel? Igen, Richter asszony, nagyon úgy tűnik, hogy a férje kettős életet él. Kettős életet. Van egy lakása Oberschleißheimben, és egy jachtja a Starnberger tavon. Maga tudott róla? Nem. Miket beszél? Martin Richter meghalt. Lelőtték a parkban. Mi ez a borzalmas história? Mondja, van itt egy klubház, vagy ilyesmi? Igen, igen, persze. Ja. Nem térek magamhoz. Kinek volt érdeke lelőni ezt az embert a nyílt utcán? De talán a vadnyugaton vagyok? És vannak tanúk? Igen. A fia mindent látott. Miket beszél? A fia? Hiszen neki nincs fia. Dehogy nincs. Van egy családja, maga nem tudta. Családja? Nem lehet, hogy téved? De sosem beszélt semmiféle családról. Egy barátnőről tudok, aki Oberschleißheimben vendéglős. Richter úr, miket mondott arról, hogy ki ő, és hogy mit csinál? Mit csinál? Nem csinál semmit. Volt valami vállalkozása. Amit feladott, eladott, a pénzét befektette, és azt mondta, hogy szép lassan feléli. Nem mondta el, hogy egy biztosítónak dolgozik? Biztosító? Nem. Nem, hiszen mondtam magának, egyáltalán nem dolgozott. Tulajdonképpen barátok voltak Richter úrral? Barátok? Igen, mondhatjuk így is. Igen, de a szél lehetett volna erősebb. Há, ott jön a lányom. Ahó, Charlotte! Sosem hittem volna, hogy ez így. Oké, akkor majd holnap, csáó. Hello. Milyen volt odakint? Túl gyenge volt a szél. Jó napot. Jó napot. Az úr a bűnügyi rendőrségtől jött. Ah. Képzeld el. Richter meghalt. Mi?
Micsoda? Igen. Lelőtték. Ma délben a kastély parkjában. Mi a foglalkozása ennek a Kuhn úrnak? Bútorokat importált Olaszországból. És már nem importált? Nem, visszavonult. Richterrel a jachtkikötőben ismerkedett meg. A hajójuk egymás mellett álltak. És Richter kettős élete? Azt mondja, erről fogalma se volt. Meg volt döbbenve. Jó napot. Jó napot. Borgman igazgató urat keressük, be vagyok jelentve. Igen, jobbra az utolsó ajtó. Köszönjük. A mi Richterünkről van szó? Igen, aki önöknél dolgozik, mint ügynök. Úgy érti, dolgozott, mert már nincsen nálunk. Fél évvel ezelőtt elbocsátottuk. Igen. És mi volt az oka? Na igen, tudja, mi minden munkatársat értékelünk egy pontrendszer szerint. Richter úr már nem teljesítette a kívánt pontszámot. Megnézhetnénk a személyi anyagát? Természetesen. Bornasszony? Igen? Kérem, hozza be Richter úr személyi anyagát. Már is viszem. Köszönöm. De most már kíváncsi vagyok, mi olyan érdekes, ami Richter úrunkban? Például az az érdekes, hogy a maguk Richter úr a kettős életet élt. Kettős életet? Ami Richter úrunk? Igen, a családjából senki sem sejti, hogy elvesztette az itteni állását. Ők változatlanul úgy tudják, hogy itt dolgozik. Na igen, tudja, a mi Richter úrunk eléggé tartózkodó ember volt. Szinte félénknek is mondhatnám. Ha odahaza elhallgatta, hogy itt felmondtak neki, lehet, hogy ez volt az oka. Van egy lakása Oberschleißheimben, amiről a családja nem tud. Van egy drága kocsia és egy vitorlás jachtja. A mi Richter úrunknak. Jó napot. Köszönöm, Barnasszony. Igen, ez az. Tessék, parancsoljon. Köszönöm. A fizetése átlagos volt. A biztosítások megkötése után jutalékot kapott. Hát ebből nem nagyon gazdagodott meg. Egész biztosan nem. Itt az összes megkötött biztosítás megjegyzése. Köszönöm. Tehát a Lóze kötvény, aki az éremgyűjteményét biztosította be, aztán Démál az antikezüstjeit és Rossner az ázsiai faragvágyait. Szabad lesz? Szabad megnéznem? Igen, tessék. Wegener antikórák, Zeibolt festmények. De hiszen ez... Valami nincs rendben? Mindegyiknél fizetnie kellett a biztosítónak. Mindenkit kiraboltak. Igen, úgy tűnik, egy kicsit tisztul a kép. Folytassa, Fogler úr. Három esetet dolgoztam fel. Hausmann, Zelte és Scherk. A kár összege az esetek mindegyikében meghaladta a 500 000 márkát. Ki kötötte a biztosítást? A mi Richter úrunk. Daube úr? Én a Schönhaus, Grunder és Schneider ügyel foglalkoztam. A kár összege több mint 1,5 millió volt. A szerződéseket Richter hozta. Az összes betörés az elmúlt fél évben történt. Komolyan úgy gondolja, hogy van valami összefüggés? Mondja ezt tőlem, kérdezi. 10 káreset az elmúlt fél évben, az összes biztosítást Richter kötötte. És a káresetek feldolgozásánál nem Richter neve bukkan fel? Harry, tegnap éjszaka volt egy betörés. A családfő meglepte a betörőt és az agyon lőtte. Igen, a kollégák intézik. Jó, és emlékszel a férfi nevére, akit lelőtt a betörő? Grulovski. Igen, ma reggel jelentették be ezt a biztosítási ügyet. Görög-keleti egyházi gyémánt keresztek tűntek el. És ki kötötte a biztosítást? Richter. Tehát így kapcsolódik össze a két gyilkossági ügy. Köszönöm, uraim. Viszontlátásra. Viszlát. Semmi kétség, Harry. Richter eladta az információit. Együttműködött, de aztán valami balúsült el tegnap éjjel a Grulovski gyilkosságnál. Köszönöm, hogy visszatudjuk. Köszönöm, hogy visszatudjuk.
Ráírna egy pillanatra? Igen, légy szíves, folytasd. Tessék. Tehát nem tudta, hogy Martin Richter biztosítási ügynök volt? De tudtam, elmondta. Korábbi életében, ahogy fogalmazott. Korábbi életében, ez jó. Fél évvel ezelőtt még az volt. Az a gyanunk, hogy Richter úr a biztosított társaságnál szerzett információit továbbadta egy betörő bandának. Mondja kérem, elment az esze. Bármit el lehet róla mondani, de azt azért nem, hogy... Mit is mondott? Betörő? Nézze, semmi kétségünk afelől, hogy Richter úr a biztosító belső információit pénzé tette. Kuhn úr! Jó estét! Kuhn úr? Itt a rendőrség? Mi már találkoztunk. Még mindig nem tudom felfogni. A nevem Kuhn. Derrick. Leülhetek? Igen, persze. Foglaljon helyet. Köszönöm. Van már valamilyen eredmény? Lehetségesnek tartják, hogy Martin egy betörő banda tagja volt. Ez valami tréfa. Bocsássanak meg, hogy nevetek, nem akarok senkit megbántani, de el sem tudom képzelni, hogy ez az ember, aki a légynek sem ártana, egy betörő banda tagja, kizár dolog. Mire alapozzák ezt a feltevést? Richter úr évekig egy biztosítótársaság alkalmazottja volt. Mint biztosítási ügynök komoly szerződéseket kötött, műkincseket biztosított. Éremgyűjteményeket. Ugye érti, miről beszélek? Tehát tudta, hogy hol találhatók, tudta, hogyan lettek biztosítva. Ismert minden részletet, ezért úgy gondoljuk, hogy részesedés fejében eladta ezeket az információkat. Tényleg nem tudom, hogy mit szóljak ehhez. Maga tudja? Én abszolút ostobaságnak tartom. Csatlakozom ehhez a véleményhez. De ha a mi feltételezésünk az igaz, akkor Richter ismerősei rendkívül fontosak a számunkra. Tehát az érdekli, hogy kiket gyanúsíthat. Jól értettem, amit mondott? Igen, jól értette. Tudunk ebben segíteni? Én nem tudok. Attól tartok én sem. Jó ét. Jó ét. És remélem, hamarosan fényderítenek az ügyön. Eltökélt szándékunk. Nem kapkodtuk el kissé az egészet? Nem hiszem. Richter egyik jó ismerőse már megvan. Ő maga. Pillanat. Vajon Kuhn kocsia? Könnyen kideríthetjük. Egy szót sem hiszek abból, amit Martinról mondanak. Én sem. Most megyek. Jó ét. Jó ét. Az ő kocsija. Ott jön. Menjünk utána. A város felé tart. Előzd meg, lassan. Mit csinál? A térképet tanulmányozza. Újra elindul, engedd el.
Igen. Itt lakik Richter asszony. Csak az a kérdés, mi dolga itt? Bocsássa meg, kérem, hogy így lerohanom, méghozzá ilyen késői órán. Elnézést kérek. A nevem Kuhn. Az apja barátja vagyok. Kuhn? Sosem említette a nevemet? Nem. Nos, én is csak ma tudtam meg, hogy az apjának családja van. Kérem, fáradjon be. Parancsoljon. Anya, ő Kuhn úr. Jó estét, asszonyom. Mint már mondtam, a férje barátja vagyok. Hallottam, ami ma történt. Szeretném kifejezni a részvétemet. És elmondani, mennyire megrendített az egész. Azt mondja, a férjem barátja. Igen. Gondolom, maga sem ismeri a nevemet. Nem ismerem. A bűnügyi rendőrségtől hallottam, hogy a férje, bármilyen oknál fogva is, életének egy részét elhallgatta a családja előtt. Igen, így van. A férje barátja vagyok, életének abból a részéből, amit maga nem ismer. A kedves férje, az ön apja, a klubtársam volt. Együtt vitorláztunk a hajóink. Gondolom tudja, hogy a férjének volt egy vitorlása. Tájékoztattak. Nos, a hajóink egymás mellett álltak a stégnél. Mit akar tőlünk? Csak nem gondol, leállni akar. Ha beszélt a rendőrséggel, azt is tudja, hogy az apámat mivel gyanúsítják. Igen, tudom. Ezért is vagyok itt. Számomra fontos az apja emléke. Na most már menjünk be. Jó estét, Kuhn úr. Jó estét. A Richter családnál járt, igaz? Igen. Igen, felkerestem őket. Miután megtudtam, hogy Richternek, akivel jó barátságban voltam, van egy családja. Kötelességemnek tartottam felkeresni ezt a családot. Értem. Részvétét akarta nyilvánítani. Ilyen lehetetlennek tartja? Akarnak még valamit? Egy kutya ül a kocsijában. Ki a tulajdonosa? A lányom kutyája. Miért érdekli magukat? Jó ét, Kuhn úr. Halló, ki az? Jó estét, itt Derrick. Volna szíves beengedni? Pillanat. Elnézést a kései zavarásért. Semmi gond. Kuhn úr, mit akart maguktól? Mit akart Richter asszony? Megismételné, kérem, pontosan, hogy mit mondott maguknak? Miért tenni? És most arra kérem, hagyjanak magunkra. Nagyon kimerült vagyok. Richter úr, Kuhn úr mondott maguknak valamit, ami az anyját és magát is eléggé elbizonytalanította. Tudnom kell, hogy mit mondott. Semmi különös. Elég régóta vagyok a szakmában ahhoz, hogy lássam, hogy nem mond igazat. Nem kényszeríthet. Nem, persze, hogy nem kényszerítetem, és nem is akarom. Tessék, itt a telefonszámom, hívjon fel. És kérem, még ma este hívjon fel, az irodámban várom a hívását. De hiszen mondom, hogy... Jó éjszakát, Richter úr.
Na, ebből ma már nem lesz semmi. Szerintem menjünk. Harry, én azt mondtam, itt várom a hívását. És ezt is teszem. Derek. Nem tudom, mit tegyek. Mondja el az igazat, amit mondott Kuhn magának és az anyjának. Azt mondta, hogy az apám a halála előtt ajánlott levélben feladott egy kazettát, az anyámnak címezve. És hogy ezt a küldeményt holnap reggel kapjuk meg. Az apám olyan információkat adott meg, amelyek lehetővé teszik, hogy megtalálják a gyilkosát. De egyidejűleg... Igen? De egyidejűleg magát is bevádolta, hogy egy betörő bandához tartozott. Ő is bűnös volt. Egy ember halálában. A nevét is megmondta. Krulovszki? Igen. Honnan tudja? Folytassa. Mit követelt maguktól Kuhn? Azt akarta, hogy hallgassunk arról, amit megtudunk. Különben oda az apám jó híre. Azt ajánlotta. Halló, Richter úr. Holnap elviszem a kazettát. Harry, foglaltasd le a kazettát a postán. Jó napot! A magáé ez a kutya? Igen, az én kutyám. Maga Kuhn úr lánya, igaz? Mi már találkoztunk, jó napot! Ki maga? Derrick, gyilkossági csoport. A maga neve Bussoni, igaz? Hiszen Bruno Bussoni a férje. Igen. Jó napot, Kuhn úr! Jó napot! Maga a férjével együtt átvette az apja bútorüzletét, ha jól tudom. Bútorok Olaszországból, de nem hozott túl sokat az üzlet. Jól mondom? Nem annyit, amennyit a férje várt. Ő más bevételekhez szokott. Rövidre fogom. Beszéltünk az Interpollal. A férje ismert bűnöző volt Olaszországban. Beszéljen, amit akar. Meg sem szólalok már. Lejátszok egy kazettát. Olyan dolgokat fogok elmondani, amiket nem ismersz, és meg fognak rémiszteni. Fél évvel ezelőtt elbocsátottak a biztosítótól. Elhallgattam előletek. Az életem megváltozott. A Starnberger tónál megismerkedtem egy fiatalasszonnyal. Szóba elegyedtünk, és elmondtam, mi a foglalkozásom, ami felkeltette az érdeklődését. Főleg a férjét. Egy olaszét. Elmagyaráztatta magának, mi a feladatom, miket biztosítok, kinél, mekkora összegre, milyen tárgyakat, hol őrzik, hogyan biztosítják ezeket. Ennek az olasznak volt néhány barátja, akik pontosan tudták, mit lehet ezzel kezdeni. Betörés, lopás. Folytatja még? Eleinte nem is tudtam róla, de aztán pénzt adtak, és én belementem. Arra gondoltam, végül is miért ne? Miért ne? Hiszen olyan életet élhettem, amilyenről nem is álmodtam. De tegnap az egyik betörés során megöltek valakit. Egy férfit, akit ismertem. Aki az ügyfelem volt. És rájöttem, hogy szörnyű hibát követtem el. Sosem tudja bebizonyítani. De igen, Charlotte. Megőrültél? Nem. Csak egyet felejtettél el. Ő a barátom volt. Ez pedig hidegvérű gyilkosság. A valódi gyilkos
az a férfi! Bruno Bussoni! Bruno! Bruno! Rendőrség! Vissza! Vissza! Gyopár 7-7-1 vétel. Gyopár 7-7-1 jelentkezik. A motorcsónak, ami kifelé megy. Három férfival a fedélzetén. Értettem. Itt a rendőrség. Azonnal álljanak meg!